Magyarországon a lakosság 1%-a, valamivel több mint 1%-a vallja magát zsidónak. Számarányában ez nagyon kevés, 100-120 ezer embert jelent. Azt gondolom, hogy Magyarországon a zsidó közösség helyzete soha nem ért el olyan magas biztonsági szintet, mint napjainkban. Ez vonatkozik a kulturális életre, ez vonatkozik a gazdasági élet minden területére, ez vonatkozik ugyanúgy a vallási élet különböző területeire, illetve felületeire is.